1920. június 4-én 16 óra 32 perckor írták alá a franciaországi Versailleshoz tartozó Nagy Trianon kastélyban azt a békeszerződést, mely során Magyarország elvesztette területének kétharmadát. A trianoni tragédiára emlékezve a Magyar Országgyűlés 2010-ben Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét. Amit erő és hatalom elvesz, az idő és szerencse visszahozhatja. De amiről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és kétséges. Deák Ferenc szavaival köszöntöm önöket, főtisztelendő atyák, kedves kiskumásaiak! Egy 103 éve történt nemzeti tragédiára emlékezünk ma. Egy olyan békediktátumra, amelynek súlyos következményei voltak a magyar nemzet életében. Magyarország kétharmada, lakosságának több mint fele határon kívül rekedt. A magyarság szétpolarizálódott. Hogy lehet megtartani így nemzetet és hazát? Az elmúlt 103 esztendő bebizonyította, hogy mindazok, akik felelősek voltak a magyar nemzetért, mindazok, akik hitet éreztek arra, hogy cselekedjenek, nemzetet tartottak meg. Még akkor is, amikor erről beszélni sem volt szabad. Akik már kicsit idősebbek, talán azzal a tudással föl vannak vértezve, hogy emlékeik lehetnek, nem volt gondolat Trianonról. Ez 1990-es évekig. Olyan volt az idő, minthogyha teljesen normális és természetes lett volna, hogy azon a 93.000 négyzetkilométeren, amely ma Magyarországot meghatározza, él a magyar nemzet. Aztán valami megváltozott. Szabad lett a szó, szabad lett a gondolat, szabadabb azoknak, akik szólni és gondolkodni akarnak. És 2010-ben született meg az a parlament által megerősített országgyűlési döntés, hogy ez a nap legyen a Nemzeti Összetartozás napja. Hiszen magyarok vannak a Kárpát-medencében, a mostani határainkon kívül. Nagyon sokan. Sok olyan magyar szívvel, magyar lélekkel és magyar beszéddel gondolkodó, élő, cselekvő ember, akik magyarul álmodnak. Álmodnak családról, és álmodnak nemzetről. A magyar nemzetről. Éppen ezért volt fontos az, hogy megerősítse az országgyűlés a nemzet összetartozását, és azt, hogy teljesen mindegy, hogy hol él az ember, határon kívüle, vagy határon belül, ha szívében magyar a nemzet része. És kellett cselekvés is. Kellett cselekvés, amely a nemzet részévé fogadja ismételten azokat, akik szándékoznak ismét a magyar nemzet része lenni. Azok, akik akarnak a magyar államnak polgárai lenni. Volt egy személyes emlékem. Néhány évvel ezelőtt még Szankón polgármesterként bejelentkezett Délvidékről az akkori újságírói karnak egy jeles, prominens embere, és azt mondta, hogy ő június 4-én 16 óra 32 perckor szeretné letenni előttem az állampolgárságot. Vannak olyanok, akiknek nagyon fontos határon innen és határon túl is az,
hogy magyarként éljenek, gondolkodjanak, beszéljenek, álmodjanak, családot neveljenek, és ezáltal nemzetet tartsanak meg. Önök, akik itt vannak, az önök számára a magyar nemzet, a magyar nemzet emlékezete, tudom, látom, legalább annyira fontos, mint azok számára, akik ezen a napon egy szívvel, egy lélekkel, június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján mindenfelé az országban, vagy a határon kívül velünk közösen ünnepelnek. Köszönöm önöknek, hogy megtartják. Megtartják a napot, a gondolatot, az ünnepet, mert a nemzet összetartozását kell ünnepelnünk ma. Nem a trianoni diktátumot, ez csak egy dátum. Ez csak egy dátum, olyan dátum, amely a nép, a magyar történelem emlékkönyvében, bár sötét betűkkel van, de mégsem tudta megtörni, csak egy kicsit megbicsaklott a nemzet ereje, a nemzet összetartozása. Hölgyeim és uraim, egy nemzet erejét talán az mutatja leginkább, hogyha fájdalom van, hogyha probléma van, hogyha gondok vannak, mennyire tud a közösség egyszerre és egy irányba menni. Mennyire tud kötődni és összetartozni. Mennyire tudja a másik kezét megfogva elvinni ezt a nemzetet a jövő felé. És én azt gondolom, hogy soha nem kell temetni a magyart. A magyar, mint a kun, makacs, és kiáll az érdekei mellett. Kiáll a nemzetéért, kiáll a családjáért, kiáll a közösségéért, akar és szándékozik tenni. Ez a tetvágy, ez a tovább élésnek az áloga, az alkalmazkodás, amely a biológiában, a természetben megtartott fajokat, és azt gondolom, hogy nemzeteket is tud tartani, de leginkább úgy hiszem, hogy a magyar szív tudja ezeket a csatornáikon keresztül, a vérereken keresztül táplálni a magyarságot. Én kívánom önöknek, valamennyiünknek, mindannyiunknak, hogy ne vesszen el a magyar nyelv, ne vesszen el a magyar gondolat, ne vesszen el a magyar szív, amely együtt tud dobbanni akkor, amikor magyar magyart segíthet. Én kívánom önöknek, hogy itt Kiskunmajsán is ne azt nézzék és lássák, hogy mi az, ami távol tart bennünket egymástól, mi az, ami megkülönböztet, hanem azt nézzék meg, hogy hogyan lehet összetartozni, mi az, ami összeköt bennünket. Talán ez a jövőnk záloga is. Mert a magyar szív, a magyar nyelv, a magyar gondolat összeköt határon innen és túl valamennyiünket. Kívánom mindazoknak, akik határainkon kívül vannak, hogy ne érezzék másodrendű állampolgárnak magukat. Ne érezzék azt, hogy a határok elválasztanak bennünket, hanem azt érezzék, hogy önök valamennyien rájuk gondolnak, önök valamennyien ennek a nemzetnek a részének gondolják őket. És kívánom, hogy a határon belül legyen végre meg az az egység, az az együtt dolgozás, az az együtt munkálkodás, amely egy sikeres jövőt tud valamennyiünk számára biztosítani. Ezt tudta a 67-es kiegyezést követően a magyarságot mégiscsak életben tartani, és ezt tudta Trianon után is a magyarságot megtartani ebben a pici országban. Köszönöm önöknek, hogy itt vannak. Vigyék el a szívükben
a nemzet, a magyarság összetartozás érzését, és nagyon hálás vagyok Önöknek, hogy a mai nap közösen emlékezhetünk, és ünnepelhetjük a nemzetet. Mikor bujdosni indultam, szünyem nem volt, úgy búsultam. Búsulj szünyem, már nincs kedvem, mere hagyott víg örömem. Nézd csak pajtás visszafelé, látsz-e az én hazám felé? Látom füstjét, de csak elég, s az ég alatt feketélik. Bukovina, mit vétettem, hogy én benned nem élhettem? Ha a hazádban megélhetsz, idegen földre ne siess. Mindenható örök Isten, te megajándékoztál bennünket egy nemzettel, egy olyan nemzettel, amely meghatározza a mi emberi identitásunkat. Légy tekintettel mindarra az áldozatra, amelyet magyar vállalt a történelem során. Légy tekintettel mindarra a reményre, amelyet magyar hordozott, és amelyért a magyar ember fáradt. Légy tekintettel azokra, az emberi sorsokra, akik súlyosan szenvedtek magyar voltukért, de a halál árán is kitartottak magyarságuk mellett. Hozzád fordulunk, aki az idő ura és az élet istene vagy, orvosold a történelem sebeit, hiszen ezer esztendő a te szemedben mindösszesen csak egy pillanat. Tégy igazságot, és segíts bennünket, hogy honfitársainkban, az e nemzethez tartozókban testvért látsunk, megbecsüljük őket, akik a mai ország határokon kívül élnek, adj nekik töretlen hitet nemzeti hovatartozásukban, és segítsd őket, hogy az anyaföldön boldoguljanak, és azt soha el ne hagyják. Erre kérünk téged, aki nem feledkeztél el rólunk, és aki megadtad nekünk azt a lehetőséget, hogy tisztelettel hajthassunk fejet nemzetünk tragédiája előtt. Amen.